Mód megadva, hirdessünk győztest! Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, főadmin vagyok, és 6 hét után elérkeztünk a K-Cover versenynek, a tánc kategóriájának az eredmény hirdetéséhez. Kicsit furcsa belegondolni, hogy már 6 hete, heti rendszerességgel minden hétvégén volt egy forduló, minden hétvégén láthattunk újabb és újabb covereket a táncosoktól, és most itt vagyunk ezen a hétvégén, ahol már csak 4-en maradtak, és a ti szavazataitok alapján most eldől, hogy a 71 versenyző közül ki az, aki megnyeri, valamint az is, hogy ki lesz a második, illetve a harmadik helyezett is. Még mielőtt jobban belevágnánk a dolgokba, lássuk is, hogy ki az a 4 versenyző, akik még versenyben maradtak. Most pedig, hogy láthattuk, hogy kik közül lesz kiválasztva a győztes, halljunk néhány szót arról is, hogy mit is nyernek majd azok, akik bekerülnek a legjobb háromba. Elsősorban azt kell, hogy tudjátok, hogy az első három helyezett már ajándékban fog részesülni, ugyanis a Koreai Kulturális Központ felajánlott az első három helyezettnek egy kisebb ajándékcsomagot, ezúton is szeretnénk nekik megköszönni, és köszönjük, hogy támogatták a versenyt, és köszönjük, hogy hozzájárultak egy kis nyereménnyel magához a versenyhez. Szóval nem kell csüggedjetek, ti hárman már fogtok kapni valamit. Hogy pontosan mi van ebben a csomagban, azt még én se tudom, mert jelen pillanatban még a csomagok nincsenek itt, nem érkeztek még meg, szóval ez majd meglepetés lesz. Mindezen felül a győztes tőlem is kap egy kis ajándékot, nem szeretném lenőni a poént, hogy mi lesz az, majd meglátja a győztes, valamint még meg kell említsem, hogy a mondó felajánlásával a győztes kap egy páros belépőt a következő mondokonra, és köszönjük szépen a mondónak ezt a felajánlást, és köszönjük szépen a támogatást, valamint a győztes kap szintén még egy páros belépőt, méghozzá nem másra, mint a debreceni KD-re, ahol szívesen várják majd előadóként is, szóval megmutathatja tudását emberek előtt és színpadon is. Szóval köszönjük szépen a KD szervezőinek is. Mindenki, aki támogatta nyereménnyel a versenyt, annak az elérhetősége lent a leírásban megtalálható lesz, és egy kicsit jobban is utána tudtok nézni, hogyha szeretnétek. Gondolom már mindannyian nagyon-nagyon-nagyon izgultok, tűkön ültök, és tényleg izgatottak vagytok. Nekó sincs már a helyén, mint láthatjátok, mert serényen számolja a szavazatokat, és szerintem már amúgy meg már készen is van, csak éppen arra vár, hogy átadhassa a borítékokat. Még mielőtt átvenném az első borítékot, tényleg meg szeretnék még egyszer mind a négyötöket dicsérni. A szavazók is többször leírták a komment részlegbe, hogy nehéz volt közületek választani, mert mind a négyen nagyon ügyesek és nagyon tehetségesek vagytok. De most már itt az idő, hogy leleplezzük az eredményeket, szóval Nekó, kérlek, nyújtsd át nekem elsősorban azt, hogy ki lett négyőjük közül a negyedik helyezett. Itt is van. Köszönjük. Nos, csak hárman lehetnek dobogósok, és
sajnos egy valaki az nem kerülhet be a dobogósok közzé, de mindentől függetlenül ő is nagyon ügyes volt, és ő is nagyon tehetséges, és aki pedig a negyedik helyet érte el, az nem más, mint Csillag. Azért gratulálunk neki, és nagy tapsot, mert azért ez is igazán nagy teljesítmény, amit elértél, és tényleg csak gratulálni tudunk neked. Most már csak hárman maradtak bent, ők már tutira, hogy mind a hárman dobogósok, szóval ki is maradt? Nari maradt, Julcsi maradt, és Áron maradt. Na most hármójuk közül ki fog derülni, hogy ki lett a harmadik helyezett. Neko, kérlek szépen add át a harmadik helynek járó, most a harmadik helyet tartalmazó borítékot. Nos, izgulok. Mind a hárman nagyon jó táncosok vagytok, és tényleg nem tudom, hogy ki lesz az, aki a harmadik helyet kapja meg hármótok közül. Áj, nem is tudom. Nem is tudom, hogy én nézzem meg először, vagy nektek mutassam meg. Harmadik helyezett a K-Cover tánc kategóriában nem más lett, mint Áron. Gratulálunk neked, nagy tapsot Áronnak is. Tényleg nagy-nagy gratuláció. Örülök neki, hogy eljutottál a dobogós helyig. És tényleg nagyon-nagyon is igazán megérdemled. Most már viszont csak ketten maradtak. Nari és Julcsi. Valaki kettőtök közül megnyeri ezt a versenyt. Valaki pedig a második hely lesz. Az ének kategóriában hamarabb lepleztük le az első helyet, mint a másodikat. Most viszont legyen akkor a második helyezett, akit látni fogunk. Neko, kérek szépen egy második helyezettnek járó borítékot. És ez már az, amit nem én akarok először majd látni. Ez lesz az, amit nektek mutatok meg először. Ugyanis sok mindent fog számítani az, hogy kinek a neve szerepel benne, mert utána már egyértelmű lesz, hogy ki lesz az, aki meg is nyeri azt a versenyt. És ezen az oldalt van az írás, jó? És nos, akkor aki a második helyet érte el a 2020-as K-Cover tánc kategóriájában, az nem más, mint Nari! Nagy-nagy tapsot Narinak! Igazán ügyes voltál, igazán tehetséges, és igazán szerettek is a nézők, ugyanis rengeteg szavazatot kaptál. Most pedig végül, bár már tudjuk, de Neko, add át szépen az első helynek járó borítékot is. És igen, az első helyezettünk pedig nem más, mint Julcsi! Nagy-nagy gratuláció Julcsinak, és tényleg gratulálunk neked! Igazán jó teljesítmény, igazán ügyes voltál, és igazán megérdemelted a győzelmet is. Tényleg nagy-nagy taps neked, gratulálunk. És ezennel kilettek hirdetve a K-Cover tánc kategóriának a nyertese is. A versenyzőkkel továbbra is tartani fogom a kapcsolatot, ugyanis meg kell beszéljük azt, hogy a nyereményeket hova vagy miként tudom átadni vagy postázni. Tényleg szeretnék még egyszer gratulálni mindenkinek. Egy 6 héten át tartó versenysorozat ért most véget, ami, ha minden jól megy, és én úgy szeretném, hogy csak az első évada volt ennek a versenysorozatnak, és tényleg szeretnék jövőre is indítani majd egy ilyen versenyt. Az, hogy mikor lesz még jövőre pontosan, azt nem tudom, de viszont azt már előre elhatároztam, hogy jövőre külön lesz. Mármint külön lesz majd az ének kategória, ami le fog menni, és külön lesz majd a tánc kategória. Ugyanis úgyhogy szombat-vasárnap is egy hétvége alatt ugyebár két videót is kellett, két, igaz, egy forduló, de ugyebár két kategóriában is volt, az egész hétvégémnek elvette az idejét, és hogyha nem lett volna ez a karanténos időszak, nem feltétlenül biztos, hogy lett volna időm mind a kettőt folyamatosan hétről hétre csinálni, szóval valamilyen szinten annyi pozitívum volt ebbe a karanténos időszakba, hogy ezt végig tudtam így csinálni úgy, hogy szombat-vasárnap egy-egy forduló lemenjen, de jövőre már 100% hogy ez külön lesz. Valószínűleg előbb lesz majd az ének kategória, még az is lehet, hogy valamikor január környékén már az kezdődni fog, a tánc kategória pedig majd, mikor már egy kicsit jobb idő lesz,
hogy esetleg, hogyha valaki szeretné, akkor szabad téren is tudjon majd táncolni. Szóval előreláthatólag ennyit lehet majd tudni a következő évi fordulókról, de minden esetre előre meg fogom hirdetni, és lesz ideje mindenkinek csatlakozni, nyugodjatok meg. Legalább 2 hét felkészülési idő lesz mindenkinek, szóval nem kell izgulni, nem kell előre jelentkezni, mert volt már olyan, aki már most el akarta küldeni, meg már azt kérdezte, hogy hol lehet jelentkezni, még most nem lehet. Most lezártuk a versenyt, és majd én meghirdettem, hogy mikor lesz majd a következő, és mikor lehet majd jelentkezni. Szívesen látjuk amúgy a 71 táncost a következő versenyben is, pontosabban csak 70-et, ugyanis ne haragudj, Gyulcsi, de te már megnyerted ezt a versenyt, te már most Cake Hour Championnek ki vagy hirdetve, és majd jövőre meglátjuk, hogy ki lesz a második champion is, vagy ki lesz a következő champion a jövő évben. Megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, és köszönjük a versenyzők nevében is, hogy tényleg végigkövettétek ezt a versenyt, ezennel a Cake Hour bezárja kapuit, és gyere Nekó, búcsúzzunk el. Mindentől függetlenül a csatornámon ugye továbbra is lesznek majd képappos tartalmak, szóval érdemes lesz továbbra is követni. Ha pedig vannának olyan izgalmas témák, amikből szeretnél videót látni, nyugodtan megírhatod a komment részlegben. Búcsúzunk tőletek, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok, és hallgassatok minél több K-popot.
pajok.